Amire igazán büszkék vagyunk, az, ami már nincs itt. Amit kihordtunk, szemetet, acélt, betont, sittet az erdőből. Ezzel a gondolattal foglalta össze Pokorni Zoltán annak a 10 éves küzdelemnek és fejlesztő munkának a lényegét, amely a Normafa rehabilitációja keretében lezajlott. Pontosan egy évtizede, 2013. október 13-án volt egy építészeti konferencia, ahol azokat a feladatokat vették számba, amelyeket mindenképpen meg kellett lépni, hogy megőrizzék a műemléképületeket, illetve a Normafa minőségi ittlétet biztosíthasson a fővárosból ideérkező embereknek. Ez utóbbihoz jó néhány objektum elbontása is hozzátartozott, így például az Olimpia hotelt, a sporthotelt és a 2 hatalmas adótornyot is elbontották, és a helyüket park, illetve erdő vette át. A Normafa program kezdőévében, azaz 2013-ban került önkormányzati kezelésbe az itteni erdőterület is. Önkormányzatoknak ezt megelőzően nem volt lehetőségük erdőgondnoki tevékenységre. Korábban a Pilisi Parkerdő kezelte ezt a területet, évente egyszer végigmentek szárzózóval és kész. Itt nekünk megadja a Dunai-Poly Nemzeti Park, hogy hány centi magasan kell vágni, kaszálni, és évente mikor. Március 15 és április, nem tudom, között, augusztusban. Tehát egy igen szofisztikált kezelési mód. Az erdőgazdálkodásról annyit, hogy még a száralóvágás is megszűnt az erdőben, gyakorlatilag csak a veszélyes fákat visszük ki az erdőből. Mióta mi kezeljük ezt a 400 hektárt, az erdő annyit gyarapodott, mintha elültettünk volna 250 000 10 centi átmérőjű fát. 250 000 fa. Az sok. Az nagyon sok. Ez a mennyiség akkor mérhető igazán, ha az egész főváros zöldítési programjában szereplő 30 000 fa ültetésével összevetjük. A Normafa programban az épített környezet is jelentősen gyarapodott, a Hegyvidék polgármestere a legfontosabb felújításokból emelt ki néhányat. A Lóvasút épülete borzasztó állapotban volt, tehát ez a 12 négyzetméteres szükséglakások voltak ebben az épületben. Aki most elmegy a Zugligeti úton, az látja, hogy milyen csodát lehetett csinálni ebből az épületből. De ez egy hajléktalan tanya volt, életveszélyes, borzasztó szégyenfoltja a kerületnek. Ha tovább megyünk, a Hild Villa épülete, nem látszik a tetejéből kinövő fák sora, mert a fotó azt nem mutatja, de jószerivel az épületből kinövő fák gyökere tartotta össze a köveket. Nagy Gergelynek köszönhető, hogy a dohos, sötét, szűk épületből egy világos, tágas, gyönyörű iskolát és aulát tudott teremteni. Pokorni Zoltán azokról a fejlesztési tervekről is beszélt, amelyekre ezután kell forrást keresni. Ezek közé tartozik a fogaskerekű, amelyet mindkét irányban meg kellene hosszabbítani, és ugyancsak a Normafa ma leginkább terhelt területeinek a felszabadítását hozhatná el az új, korszerűbb libegő, amelyet nem kuriózumként, hanem tényleges tömegközlekedési eszközként használhatnának a hegyre igyekvők. A mostani 2 naposra tervezett Normafa konferencián főleg azok a környezeti és építészeti szakértők tartanak előadásokat, akik a rehabilitációs munkálatokat irányították, ám a találkozó második napján az érdeklődők szakvezetés keretében a felújított épületekkel, illetve tájelemekkel egy bejárás keretében részletesen is megismerkedhetnek.